A csapat EB szereplését a többség egyértelmű sikerként értékeli. Mit adott a magyaroknak az elmúlt 12 nap? Kinek sikerül ebből politikai erőt kovácsolnia? Értékelés Farkasházi Tivadarral és Boros Tamással. Mit adott az elmúlt 12 nap a magyaroknak? Jó estét, üdvözlöm Önöket! Jó estét kívánok! Hát nagyon sok örömet, ami nem volt 30 éve. Ugye beszélgettünk a portugál meccs után, azóta 4-0-ra kikaptunk, és sokan most legyintenek. Mondanék néhány adatot, nagyon rövid adatot. A 78. percig 1-0 volt az eredmény, és hogyha Stork nem 20, nem 19, hanem 20-ra lapot, ami abszolút reménytelen. Kicsit esélytelen. Igen, és megpróbálta a három középcsatáros játékot, akkor nincs ez a 4-0. Viszont megjátszott az a pici esély, megjátszott azt a pici esélyt, hogy esetleg a 8 között a versenyeken játszunk, és esetleg a 4-be jutunk. És csak néhány adat a meccsről. A passzok tekintetében lefőztük a belgákat, többet volt nálunk a labda, többet futottunk. Lehet erre legyinteni, hogy 4-0 az eredmény, de ilyen paraméterek évtizedek óta nem voltak a magyar fociban. És hogy kikkel álltunk szemben, ezek a világon a másodikak, és mondok öt nevet, bocsánat, az Origit, a Dembele, a Benteke, a Carrasco és a Fellaini, ezek tartalékok voltak. Nem kérem, hogy mondja el még egyszer. Ezek mind a Liverpoolba, Tottenhambe és világcsapatokba fociznak, az összértékük, transfermarkt értékük 100 millió euró. Az egész magyar csapat értéke, tehát a legjobb 11-nek 20 millió euró, tehát az ötszöröse, és ők fel annyian vannak, tehát átlagosan a belga tartalékok 10-szer annyit értek, mint a magyar játékosok. Ehhez képest... Aztán azért is volt furcsa, vannak sztár csapatok, mondjuk a portugál Ronaldo miatt pont ilyennek mondható. A belgákat nem, tehát aki mondjuk nem már szinte hivatásszerűen foglalkozik a focival, mint ön, hanem műkedvelőként, amatőr műkedvelőként, annak egészen biztos, hogy mondjuk vasárnap estig az, hogy a belgák, az nem sokat mondott, mert jó, vannak a belgák. Aki egy kicsit jobban figyeli a focit, annak már igen, de tehát Ronaldót azt mindenki, vagy hát nagyon sokan ismerek, így aztán a portugál csapatot is, tehát szerintem nagyon sokan abból indultak ki, hogy a portugáloknak 3 gólt rúgni, na az a világ teteje. És kiderült, hogy azért a belgák játéka, az bizony tényleg egy nagyon kemény dolog volt. Egyelőre ez még nehéz nekünk, de az, hogy meccsbe voltunk, partiba voltunk, és azért mondom el a neveket, mert nagyon megérdemlik, hogy a Lovrenc is, a Pintér, a Juhász és a Dzsuzsák gólszagú lövéseik voltak. De még milyenek? És ezt az egész világ látta. Tehát aki olvassa, hogy Belgium-Magyarország 4-0, az legyint egyet, de aki látta az összefoglalót, és látta ezeket a magyar helyzeteket is, hogy 1-0 után se adták fel, ezek teljesen újszerű jelenségek a magyar fociban, ez egy nagyon komoly szakmai siker. Más kérdés, hogy mi összefüggésben van a stadionépítésekkel és az NB1-vel, meg számos más dologgal, de kalapott le, ez egy nagyszerű eredmény, és nem véletlen voltak annyian a hősök terén. Ahogy jöttem, most keresztettek engem a magyar játékosok, és megsüvegeltem őket. Tamás nem napi szinten aktív foci rajongó, ennyit azért elárulunk. Nagyon finoman fogalmazza. Elárulunk a nézőknek. Nem is azt kérdezem, hogy akkor mondja vissza azt a 4-5 cserejátékos nevét, akiket Tivadar említett, hanem ennek a lélektanáról, következményéről, várható folytatásáról, ami már sokkal inkább társadalmi és politikai jelenség lesz, mint a focit. A focit még azért folytatjuk. Szóval ez a 12 nap valami olyan csodát is művelt itt ebben az országban, ami nem csak a fociról szólt. Igen, azért is érdekes, mert végig gondoljuk a utóbbi évtizedek magyar történelmét, nagyon kevés ilyen esemény van. Ha más nem megnézzük a nemzeti ünnepeinket, akkor az egy szem augusztus 20 helyett március 15-e, vagy az összetartozás napja, vagy az október 23-a, azok mind vesztes ügyek, szép ügyek, forradalmak. Hát nem mindig rátelepszik a politika. Rátelepszik a politika, de hogy alapvetően olyan dolgokat ünnepelnek idézőjelben a magyarok, ahol a végén vesztesként jöttek ki belőle, és bármennyire is szép a kísérlet, vagy az igyekezet, de hogy azért alapvetően a forradalmi hangulatunk, vagy a forradalmi nép lelkünk, az igazából mindig valamilyen tragédiába torkollott, és hogy nagyon kevés olyan dolog történt az elmúlt évtizedekben, vagy mondhatnám évszázadokban, ahol valami apró sikerélmény volt. Ilyen volt egy ideig a rendszerváltás, aztán sokaknak ez csalódás. Ilyen volt egy ideig az Európai Uniós csatlakozása Magyarországnak, ez sokaknak megint csalódás, másoknak azért továbbra is siker, és azt gondolom, hogy ebből a nagyon kevésből az egyik lehet ilyen a foci, tehát hogyha
ha futball sikerek érnek egy nemzetet, akkor a sok negatívum, ami az elmúlt évtizedben értek minket, azt tudja egy időre legalább helyre rakni. És itt azért a hangsúlyt arra helyezném, hogy azért ez mindenképpen egy időszakos dolog. Tehát ezt most azonnal fel is írtam, hogy egy időre. Fogalmam sincs, hogy ennek mennyi a szavatossági ideje, de azt látni és azt megélni, a nagyon jó meccseken kívül az elmúlt napokban, meg hát azért még a következő napokban is, tehát a nagyon jó meccseken teljesen túl azt látni, hogy együtt tudunk örülni, egy ügyért tud, és nincs az, hogy te most akkor rá, hol kitűzted a kokárdát, te kifestetted, vagy nem festetted, tehát hogy volt egy közös öröm, amit tényleg nem gondolkodtunk rajta, én azt gondolom eleget, hogy nekünk nincs ilyen közös örömünk, és hogy talán ezért vagyunk ilyen depisek sokszor. Aztán most, hogy volt, most láttuk azt, hogy egyébként így milyen jó már a 12 napra olyan jó visszagondolni a 13. napon is, hogy ezt megértük. És gondoljuk végig azt, hogy egyébként mikor volt az utolsó. Hogy az összes politikai vezető ugyanazt a dolgot posztolta Facebookra, ugyanazt mondta, és ugyanazt gondolta. Tehát, hogy bármilyen esemény történt a magyar történelme, akár a rendszerváltás után, mindig volt valaki a vezetők körében is, aki kibeszélt, még az uniós csatlakozásnál is emlékezhetünk, hogy azért voltak, akik kevésbé örömtelien fogadták. Tehát, hogy az, hogy valamilyen egység legyen politikai vezetői szinten, legalább egy ügyben, még ha ez egyébként nem is egy politikai ügy, de egy társadalmi ügy, az egyedülálló. Ellopászatok egy kicsit? Már is, szóval én azt a nagyon-nagyon közös, én most éreztem igazából, hogy az összetartozást, az arcokon, a közös örömökön, hogy most senki nem gondolkodik. Nem néztem az utcán, hogy jól, ez a csúnya, nagy nyugati autó, na miért ezen van a magyar zászló, hanem olyan jó volt látni, hogy jaj, van már ilyen, ez egy visszapillantóra helyezhet, hogy ilyenek meg zászló van, tehát hogy valahogy mint egy kicsit, lehet, hogy csak nekem volt az optikai csalódás, így tompult volna ez a sok frusztrált őrültség, ami hétköznapjainkat átszövi, hogy ez most melyik politikai oldal, ez most miért van autó, ennek milyen háza van, tehát hogy ilyen közös jó érzés volt. Hogy ne európázhatnak? A következő, és ezzel nem akarom kisavítani az érdekeket, ez egy szórakoztatóipar, és van egy nagyszerű trükk, amit első ízben kísérletek meg. Nem volt még 24-es döntő. Mi kétszer voltunk négybe voltunk Európa-bajnokságon, elég kicsi volt a visszhangja, nem volt közel sem ekkora visszhangja, és azért összehasonlítom, amikor a Puskásék jöttek haza a második helyjel, és le kellett előbb szállni a vonattól, az nem volt egy ilyen fogadtatás, mint most, hogy a 16-ba jutottunk. De a következő szeretném elmondani, hogy azzal, hogy 24-es döntőt csináltak, rendkívül sok ország embereinek megadták a lehetőséget, hogy 10 000 kimentek ott a stadionba. Azért, ha figyelt az ember, nagyon sokszor, hogy egy ruhában voltak, hogy a dalaik, a mozdulataik, tehát nem ilyen különálló közösség. Emberek voltak, igen. Hanem egy közösség volt. Tehát kicsit profánul hangzik, kicsit olyan volt, mint a borverseny, ahol majdnem mindenki ezüst, arany és bronzérmet kap, tehát nagyon sok díjat osztottak itten. Tehát 24 ország örülhetett, mit tudom én, Norvégia, Szerbia, néhány ország otthon maradt, Hollandia, Görögország is szomorkodott, de ad abszolútom el tudom képzelni, hogy 32 csapatos lesz majd az Európa-bajnokság, szinte mindenki részt vehet, csak Andorra és San Marino marad otthon. Tehát ez egy nagyszerű seregszemle, és azért jobban érezzük magunkat ezek mellett, az országok mellett, és azért van ebben a közös Európában talán valami öröm is, mint hogyha nem tudom én, a pápuákkal játszottunk volna, és Nicaraguával van közös dolog, és én nem hiszem, hogy most gyűlöljük a belgákat. Szerintem sok magyar még nekik is fog dukkolni, hogy azok nyerjenek, akik megvertek minket. Mert tehát ez nem egy leszámolás volt. Ez újabb bizonyíték, hogy milyen erősek. Tehát egy kicsit az európai gondolatnak is egy nagyon szép szintre volt. Igen, csak egy gondolat ez, hogy van ennek egy olyan aspektusa is, hogyha végig gondoljuk az elmúlt éveknek a magyarság képét külföldről, tehát hogy mit gondoltak Magyarországról, mit gondoltak a magyar kormányról, akkor azért láthattuk azt, hogy lényegében csak akkor jelent meg Magyarországról bármilyen cikk, hogyha valami negatívum történt az országgal, a politikában, a kormánnyal. Tehát nagyon-nagyon egy rossz országimázs alakult ki itt az utóbbi években, évtizedben. És most, hogyha ugyanezeket a sajtóorgánumokat megnézzük, akkor látható, hogy elkezdtek drukkolni a magyar csapatnak. Tehát az nem gondoltuk volna, egyszer a magyar szürke mackóról beszél a félvilág, nem? Persze, hát ez egy remek dolog, egy nagyszerű ember, hát 107-szeres válogatott, a Juhász Rolanda, Gera
a US Open-nak jó esélye van, a százszorossága talán a Geának is, de minden mellett az ember megtarthatja a véleményét, tehát nem illik már mondani, de ettől én nem fogom jobban szeretni Tálai András vagy Sesták Miklóst, aki nem létező kisvárosokban. De most nem is tartozik ez ide, mert hogy... Igen, csak hogyha az ember beszél, akkor rögtön rásütik a bélyeget, és akkor jön a bélyegsütés, mert nem lehet azzal takarózni, hogy miközben Győrnek, Pécsnek, Szegednek, Kecskemétnek, Nyíregyházának, százezres városoknak nincs NB1-es, NB2-es csapata sincs, akkor egy Mezőkövesd, egy Felcsút, egy Kisvárda majdnem bejutott az NB1-be. Ezek nonsense dolgok, de az ember ez ellen szól, akkor most már magyartalanná válik, és így a magyar focit. Mert azért ez egy sziget a Kisvárda válogatott. Kisvárda pont ugyanígy ilyen jól játszon, és akkor Nem, bocsánat, szeretni. A Kisvárda jól játszon, csak ne a mi pénzünkből, és ne a Sesták Miklósnak az odajutatott milliárdjaiból. Bocsánat, ilyen alapon 2008-2009-ben az ifjúsági válogatott Európa-bajnoki bronzérmet és világbajnoki bronzérmet nyert a Gyurcsány kormány idején. Ugye senki nem mondja, hogy a Gyurcsányiknak köszönhető az. Tehát az egy nagyon jó évjárat volt, sajnos felnőttként nem adtak ekkora sikereket, de hát ez is elsősorban a német vonalnak köszönhető, a Dájlőnek, a Storknak és az Andi Möllernek. Én kíváncsi vagyok az olyan véleményre is, amit Tamás felvetett az imént, ez a, hogy milyen időtartamra szól ez a... Most végre van valami közös örömünk és közös célunk, most egy jót játszani, egy jó meccset megnézni, drukkolni a mi fiainknak. Ennek ön szerint mennyi a szavatosság ideje, meddig tart ez az érzés? Ez a válogatottra vonatkozik. Nekem évek ezelőtt volt egy mondásom, amit most ünnepésen visszavonok, mert lejárt. Ez egy idejét múlt mondás. Én azt mondtam, hogy a magyar focinak nem az a baja, hogy eredménytelen, hanem hogy reménytelen. Nem reménytelen, ez van csapatunk, ez a csapat bátran harcolt, 3 gólt ugott a portugáloknak, partiba volt a belgákkal, legyőzte a sokkal erősebb osztágokat, jön a világbajnok is elejtező, ettől a BL-ben nem fognak tovább jutni a magyar csapatok, egyáltalán bejutni az NB1-be, valószínűleg tovább is 2500-an járnak egy meccse, de ne legyen igaz, amiben nagyon reménykedem, hogy a 7-8-9 éves gyerekek tömegesen mennek a toborzásokra, és az iskolai focia ez biztos, átmegy. Ez a lényege, mert csak ezekben a gyerekekben bízhatunk. És ha van egy jó válogatottunk, az már egy kis sziget, amitnek lehet dukolni, és ez egy nagyon jó dolog, függetlenül attól, hogy a Tálai úr meg a Sesták úr mit csinál. Ráadásul szerintem van egy olyan sztereotípia, amit az elmúlt hetekben megdőlni látszik, ez pedig az, hogy igazából teljesen mindegy, hogy itt mi történik ebben az országban, nem hálásak a magyarok, nem örülnek az eredményeknek, nem tudnak semminek örülni, mindig csak a bajok vannak. Az látszik, hogyha egy valódi eredmények vannak, mérhető eredmények, nem csak kommunikáció, nem csak a lufi, nem csak a füst abban, hogy valamit elért egy akár egy politikai erő, akár egy csapat, akár egy személy, akkor egyébként ennek igenis örülnek a magyarok. Tehát az, hogyha valami végre mérhető eredmény, tehát lehet látni azt, hogy ennek vannak konkrét sikerélmények, vannak, amik nem csak óriás plakátokon jelennek meg, hanem a valódi eredményekkel, akkor ennek egyébként igenis van pozitív hatása a társadalomra. Csak ezt nagyon ki akarják használni, tehát amit ellen mélységesen feláborodok, az M4-esen egy perces hírek vannak a meccsek közben, sehol a világon, sportközvetítések között ezt nem csinálják. Minden alkalommal van 3 csodatos dolog, amit a kormány művel, épp és a gonosz migránsok mit csinálnak. A tartalom, igen. Pont tehát aki azt mondja, hogy én belekeverem a politikát, eszemágában sincs, szüntessék meg ezeket az egy perceket, és akkor nagyon szép lesz a történet. Egyébként, hogyha az egészségügy és az oktatás probléma megoldódik azzal, hogy egy izlandi balhátét berúgja a saját kapujába, vagy nem, akkor én leszek a legboldogabb, ha még kétszer berúgja, hiszen akkor minden megoldódik. De természetesen attól, hogy mi boldogan dukolunk a magyaroknak, nem vonjunk le ilyen messze menő következtetéseket. Hát a több héttel ezelőtti egyik délutáni meccs időszakában éppen a pedagógusok a tanévzáron és bizonyítványt osztottak a kormánynak, és ez tényleg eszméletlen sokan voltak kint a tüntetésen az oktatás problémáira hívva fel figyelmet. Az egyperces félidős hírekben ez nem szerepelt. Tehát, hogy 3 nagyon rövidke hír fért be, ez éppen nem, hogy mi van Magyarországon. Igen, és ugye egy olyan
tévéeseményről beszélünk, ami páratlan nézettséget hozott. Tehát igazából hát a kormány ezt nagyon ügyesen politikai célokra idézett. Hát persze ez ügyesen felhasználta, az előbb, hogy az üzeneteket ingyen eljuttassa. Az előbb azt a kifejezést írtam fel, amíg önt hallgattam, amikor, hogy március 15, augusztus 20, vagy október 23, vagy nem tudom mit, hogy a nemzeti ünnepekre a politika már rátelepedett, és ezt a rátelepedés kifejezést írtam fel, már hogy itt mennyire érezték azt, hogy a politika rátelepedett, vagy mennyire van meg a veszélye annak, hogy erre utólag is valahogy valaki rátelepszik. Szerintem egyébként politikai szempontból, vagy politikai stratégia szempontjából hiba lenne, mert annyira kilógna volna. Érdekes egyébként, hogy ebben eddig elég óvatosak voltak a direkt rátelepedésben a politikusok. Tehát, hogyha visszaemlékszünk egyébként, hogy mi történt az olimpiánál, ahol legutóbb is hatalmas sikereket értünk el, sokkal jobban szerepeltünk, mint sokan várták volna, és mégsem volt egy nagyon direkt rátelepedés az Orbán kormány részéről. Inkább azt gondolom, hogy olyan idézőjeles ügyeskedések történnek, mint a már említett a televíziós adásban megfelelő kommunikációs üzeneteknek az eljuttatása, ahol már egyébként nem is törekszenek semmifajta tárgyilagosságra, vagy kiegyensúlyozottságra, vagy akár mondjuk a tegnapi meccsnél megemlíteni azt, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnál volt egy elnökválasztás, tehát hogy kifejezetten csak azok az üzenetek mennek, amelyek a kormánynak a legfontosabb kommunikációs stratégia. Azt gondoltad, hogy az megengedi a magyar közéletet, ez az elnökválasztás? Tehát a foci miatt halványult el a MSZP írtozatos küzdelme? Lehet, de az biztos, hogy... Bakondi György viszont többször szerepelt. Nem próbálkozott a közteleviszból. De inkább azt mondanám, hogy egyébként a veszélytől épp ment meg minket. Két fantasztikus mesét játszottunk a norvégok ellen. Megvertük az osztrákokat, az Izland ellen fölálltunk, a portugáloknak három csodatos gólt lőttünk, dühöngött a Ronaldo, partiba voltunk a belgák ellen. Ezek nagyszerű dolgok, örüljön neki mindenki, de a Harag Péter megint kiállt, hogy a stadionprogram az egészségügyi része, hagyd mondhassam azt akkor is, hogy ez egy baromság. Szerintem mondhatja bárki, nem? Hogyha így gondolja. Tehát, csak ne kapja ki érte. Ne kapjon ki? Szerintem minden mit sem, úgyis ki fog kapni érte, nem mondja. Nem, én nagyon szeretném, ha ezek a dolgok külön válnának. Tehát, hogy lehet kritizálni bármelyik politikai szereplőt, a cselekvése miatt, az elképzelése miatt, különösen, ha már meg is valósította az elképzelését, de hogy ennek ne legyen már köze ahhoz, amit ezek a focisták véghez vittek ez alatt a 12 nap alatt, tehát hadd örüljünk. Azt gondolom egyébként visszatérve a saját általam felvetett, meddig fog ezt tartani. Igen. Kérdésre, hogy politikai szempontból ez annyit nem fog hozni a Fidesznek, hogy mondjuk ez a választáson siker legyen. Igen, de azért a hangulat, foci, Orbán azért beleégett a tudatot. A hangulatot javítja, de a választásokig még van 2 év, nyilván az emberek jobban érzik magukat a bőrükben, mert volt valami sikerélmény. Nyilván, hogyha általában jobban érzem magamat a bőrömben, akkor kevésbé vagyok kritikus azzal kapcsolatban, ami az országban folyik. Tehát ilyen ideiglenes hatása van, de azt gondolom, hogy ez a típusú nagyon jó érzés, ezért ez nem tart hónapokig, nem tart évekig pláne. Tehát nagyon direkten ebből a politika nem tud hasznot húzni, inkább tud abból tényleg, hogy azokhoz az emberekhez el tud juttatni politikai üzenetet, akik egyébként soha az életükben nem néztek meg egy híradót, vagy soha az életükben nem foglalkoztak politikával, de most a különböző csatornákon eljutott hozzá. Miért pont a foci ilyen társadalom kovácsoló kovász? Tehát annyi remek sportolónk van, annyi sportágban, most hétvégén is. De valahogy a foci az, ami az országokat, a nemzeteket meg tudja mozgatni. Az olimpikonjaink győzelmének is hogy örülünk, és mindjárt örülhetünk is, egészen biztos. De mégse kovácsolja ennyire egy... A FIFA-nak több tagja van, mint az ENSZ-nek. Ez a legnagyobb világsportág, mindenhol űzik, abszolút kompatibilis a dolog, a legkisebb szigetől, óceániából is a világ élvonalába lehet emelkedni, mindenkinek érvényesülési lehetőséget ad ezek a focisták, ezek világsztárok, nap mint nap látjuk őket a tévébe, de hát ez egy válogatott, most az nem akarom bántani, mert a Szalai és a Stieber szenzációsan játszott, ők rúgták a gólokat, Ausztria ellen, de hát a kispadon ültek egész tavasszal, nem azért ültek a Bundesliga-ba a kispadon, mert a Soros György áskálódott és a magyar ellenzék ezt javasolta az ottani edzőnek, tehát ettől nem lesznek sokkal jobbak ezek a fiúk, ez egy nagyszerű csapat, de igazából ha kisugázik ez a dolog, és
Még egyszer mondom, a fiatalok tömegesen mennek focizni, mert látják, találkoznak a nevükkel, és azon vitatkoznak a nyelvtanulán, hogy Klenhelyzernek vagy Klenhelyzernek kell ejteni, mert ő az utóbbit javasolja, és melyik a helyes. Ezek ugye a Harry Potter is okozott olvasási kedvet, és számos könyvet vettek a kezükbe ezek után a gyerekek. Hát bízzunk benne, hogy ezek a remek fiúk, amit csináltak, de ez egy kis sziget. Nem hiszem, hogy most tömegesen tovább jutunk a európai kupákban, és két kézzel kapkodnak értük a legnagyobb csapatokba. Adj az Isten, hogy a Nagy Ádám egy jó csapathoz kerüljön, meg a Dzsudzsák se valahová a vizébe közel keletre menjen a német Krisztián után, hanem valami jó csapathoz. Na jól van, hát én abban reménykedem, hogy ezt tudjuk még folytatni, ugyanilyen pozitívan, meg jó érzésekkel, amit most mutattak nekünk játékból, ez bizony azt mondatja velem, hogy lesz ennek folytatása, és reménykedem is benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket.